Üdv mindenkinek, illetve Achtung, ez itt a Rome Total War, vagy hát nem is tudom, valahogy át kéne germánosítanom ennek a nevét. Ez egy kis mini sorozat lesz, és az a jó hírem, hogy ezt látjátok időben, az azért látjátok, mert én felvettem az egészet, és minden megvan, különben nem fogom felrakni. Szóval ez nem lesz egy aportált sorozat. Gondoltam, ez egy ilyen jó kis átvezető apróság, mert rájöttem, hogy hogyan működjön, amíg én letudom a költözködést és minden más. Szóval, akik régóta nézik a csatornát, tudják, hogy az eredeti Rome Total War a kedvenc játékaim egyike mind a mai napig. Szerintem Mester sorozat legjobb darabja. Sokkal jobban szeretem, mint a Medieval 2-t, amit sokan mások egy netto upgrade-nek tartanak. Tény, ez volt az első, amivel játszottam. És hát az, hogy most így a teljes Európát foglaljuk el, és legyen 500 részes kampány, amit úgyse fogok befejezni, és stb. Annak talán sok értelme nincs, de ilyen kis mini sorozat jegyében arra gondoltam, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk egy igazi jó kis blitzkrieget, villámháborút, hát ha nem is németekkel, de germánokkal, hogy adunk magunknak 20 kört, ugye időszámításunk 270-ben vagyunk, ha emlékezetem nem csak ezekben a régebbi Total War játékokban még két kör volt egy év, és nem négy. Szóval effektíve 10 év alatt meg kéne hódítanunk a lehető legtöbbet Európából, aminek kellemes hozzátartozó eleme az is, hogy hát ugye ténylegesen a totális háború koncepciójával összhangban fogunk tevékenykedni, ergo minden gazdasági, minden egyéb megfontolást a hadseregnek rendelünk alá. Ilyen apróságok, hogy haladjunk a technológiai fán, meg mit tudom én, meg legyen egy jól működő gazdaságunk nagy bevételekkel, ez senkit nem érdekel, 20 körünk van, háborúba megyünk. Na de merre? Tehát ugye egyrészt itt van egy ilyen, hogy Alpok, azon nem olyan könnyű átkelni, és az Alpok túloldalán a rómaiak vannak, akik talán érthető okokból kicsit OP-k a játékban, úgyhogy nem hiszem, hogy túl jövedelmező lenne nekünk területileg, ha megpróbálnánk őket lecsapni, bár megjegyzem, hogy itt ugye északon két gall település vár ránk, és a gallok, akik ugye legnagyobb részt itt található, akik lesznek a britekből, vagy a britonokból valamennyien, de a galok lesznek a mi fő területforrásaink, ebben szinte biztos vagyok, ugyanis a galok mérhetetlenül szarok, csak nagyon nagy terület áll a rendelkezésükre, de iszonyat gagyi a rendelkezésükre álló kezdeti barbár katona kiszerelés, nagyon-nagyon gyenge az a warband. Ezzel csak egy probléma van, hogy ha emlékezetlen nem csak germánként, nekünk is ugyanilyenekkel kell ezzel a Spear Warband-vel beérnünk, ugye ez a kaki és a kaki kemény csatája lesz, ami minden ugye maximális nehézségi szinten van, amit a játék enged, különben túl egyszerű lenne. Ha erre mennénk tovább keletre, itt elsősorban azt hiszem a szkíták várnak ránk, akik ugye lovas nép, meg stb. És ugye van egy csomó lándzsásunk, ami ebből a szempontból talán annyira nem előnytelen. Ha megnézzük, hogy ez a településünk itt kint a sarokban nagyon picike, és ezzel a problémával máshol is szembesülni fogunk, hogy hát első körben a legtöbb jó, így mondjuk pont nem, de vannak olyan települések, ahol igen, hát konkrétan igazából csak parasztokat tudnánk rekrutálni, aminek sok értelme nincs, viszont az tény és való ezzel a helyen kapcsolatban, hogy a lakosság az 1000, tehát ugye amikor ténylegesen kiképzel a katonát, az levesz a lakosságból. Ez azt jelenti, hogy bizonyos szám után egyszerűen nincs elég ember, és hát ez ugye lelassítod a település növekedését, és csökken az adóbevételed, és stb. Megint ezek a szempontok minket most annyira nem érdekelnek, de summa summarum nem nagyon értelmét keletre elindulnunk, mert nem tudnánk utánpótlást adni ennek a püpi méretű seregnek, és legalább valami jelképes helyőrséget úgyis kell hagynunk a városokban. Ugye ezen a nehézségi szinten a diplomácia kimerül abban, hogyha valaki megtalálkozik veled, akkor azonnal megtámad kb. Viszont itt lefelé a Kárpát-medence irányába elindulva, a dákokkal találkozunk, akik megint ezeknek a mérhetetlenül gagyi katonákkal felszerelt barbár frakcióknak. Úgyhogy azt hiszem, 20 körös kis blitzkrieg során a legjobb esélyeink akkor lesznek, ha ebbe az irányba indítunk meg egy nagyobb osztagot, akiknek hát nagyjából mindent el kéne foglalni, és egy másikat meg erre. A britek, britonok, ezt történelmi hitelességtől függetlenül felváltva fogom azt hiszem használni ezt a két fogalmat. Velük nem tudom, mennyire érdemes itt kikezdeni, tehát nyilván a csatornán át kell erősítést hozni, az elég macerás lesz nekik, meg stb. De nekik ugye vannak ezek a harci szekereik, a chariotok, amik
elég jók, és nem akarom Vangelisztől bevágni a tűzszekereket, ahogy azok elpusztítanak minket. Szóval azt hiszem, a mi két fő ellenségünk e rövid kampány során a gallok lesznek, és az említett dákok. A gallokkal egy másik probléma, hogy a szomszédunkban van a fővárosuk, ahol értelemszerűen nem tudjuk összehasonlítani, mert csak kérdőjel van itt. Na minden, mert ha bekémkedünk a városba, megnézzük, milyen statjai vannak ezeknek az egységeknek. Szóval közvetlenül a fővárosuk van itt, annak ostromlása, elfoglalása, stb. Időigényes lesz. Viszont itt látjuk ugye a területi határból, hogy Lugdunum, ami itt van valahol, az lázadó településként indult, tehát ezt nekik még el kell foglalni. És hát ugye nekünk is ad a játék ilyen ajándék lázadó települést, van egy erre felfelé. Illetve, jól látom, ez is egy lázadó település. Ez is egy lázadó település, tehát meg kéne próbálni beelőzni dákokat. Azt tudom, hogy itt is van egy értékelhetetlenül pici lázadó település. Szóval egyrészt azokat össze kéne szedni, mert azok ugye nem bocsátkoznak komoly ellenállásba. Vagy nem. Hová lett 1040 pénzem? Jaj, már emlékszem. Igen. Na ilyet nem csinálunk, hogy egyszerre több egységet rakunk a Recruitment Queue-ba, mert nincs annyi pénzünk. És ez egy másik probléma lesz, ugye, hogy hát. Sok pénz kell. Zárójeles megjegyzés, ez fontos, ezt régen sose tudtam, amikor játszottam a játékkal, úgyhogy most minden alkalmat megragadok arra, hogy elmondjam. Amikor itt mínusz számot láttok, az nem azt jelenti, hogy a település veszteséges, és ki kell rúgni a polgármestert, és ott változtatni kell valamit, hanem hogyha megnézitek a bevétel per kiadás menüt, mert van egy olyan, ha rájönnék, hogy hol, itt van, Settlement Details. A település méretétől függően van leosztva, hogy a teljes hadseregednek a fenntartási költségeit hogy fizetik. Tehát itt például ez egy nagyobb város, van benne 3000 ember, nézzétek, ők relatíve sokat fizetnek a teljes hadsereg fenntartásáért. Még mondjuk itt, ahol vannak, ez egy rossz példa lesz, mert ezek nagy helyek. Mondjuk itt, ahol 1000 ember van, ugyanez a szám, ha megint rossz gombot nyomtam, ugyanez a szám, ez 363. És ha emlékezetem nem csal, itt jóval több volt. Igen, 436 pedig a számom, úgy az ikon az nem olyan sok, de a száma más. Szóval szumma szumárum, ha veszteséges egy város, az nem feltétlenül annak tudható, hogy ott te valamit rosszul csinálsz. Minden esetre most akkor azt látjuk, mennyi bevétellel számolhatunk egy körben. Hát olyan 299-el. Ez nem jó hír. Úgyhogy el kéne foglalnunk egy-két települést, mivel 20 körös a kampány, a lakosokat kiirtjuk, a javaikat elkobozzuk, és ebből finanszírozzuk a további hadműveleteket. Mennyi katonát küldjünk hová? Értelemszerűen, ha én most ide felküldök az Isten nyavajájába egy fél hadsereget, hogy elfoglalják ezt az egy lázadó települést, ők a 20 kör végére nem fognak visszavitni sehová, ahol valami hasznosat csinálnak, úgyhogy csinálhatnak. Úgyhogy nagyon ki kell centíznünk, hogy hová mennyi embert küldünk. Itt szerintem annyit fogunk csinálni, ti képeztek egy adag parasztot, hogy legyen új helyőrség. Ugyanis a régi helyőrség úgy, ahogy van, innen kijön, nem hagyunk itt senkit, elindulhatnátok erre, de én szeretném, ha megpróbálnátok megverni a dákokat, valahol itt van egy terület. Az a baj, hogy nem tudom, hogy itt hol van az elfoglalandó terület. Bízom benne, megtaláljátok. Egy darab zsoldos egységet ti vegyetek, mert amúgy túl kevesen vagytok szerintem. De ennél több katonát itt nektek, Hari Ulfusznak és társainak nem hiszem, hogy tudunk adni ebben a helyzetben. Itt... Ugye ez a másik, hogy mivel katasztrofálisan szar a gyalogságunk, igazi tényleg Blitzkrieg stratégiával a tankok helyett a családtagok nehéz lovassági egységei lesznek azok, amelyek itt a játék elején nekünk illetve az egész 20 körös kampány során a győzelem fő esélyét adják. Szóval... Szerintem nektek kéne elfoglalni pár, ami itt van valahol, ami most nem tudom, hogy hol sajnos. Mindenki más pedig, tehát itt effektív a lovasságra van bízom. Ti azt a helyet foglaljátok el. Nektek is adhatok extra zsoldost. Mennyien vagytok? Két egység. Nem, akkor ti nem, ti oldjátok meg. Tehát nektek nincs rá szükség, nektek meg nem tudok venni zsoldos, mert ugye kell, hogy legyen egy katonai vezető a városban. Itt is képezzünk ki egy adag... Ne automenedzseld. Jó? Ne automenedzselje semmit, légy szíves.
nagy véletlenül elkezdjél építeni valamit, amit én nem akarom, hogy építs. Szóval ez itt erre a briteké, tehát ezt a területet, ha nem akarok velük is háborúba kerülni, nincs értelme azonnal megtámadnom. Úgyhogy leginkább azt tudnám javasolni, úristen, de sokáig tart nektek ide eljutni. És ha mégis megtámadnánk a briteket? Te jó isten! 1, 2, 3, 4, 5, 6 kör! Míg ti akcióba tudtok lendülni. Azt a rohadt! Anyám! Jó, hát akkor mégis, bocsánat, stratégiai módosítást kell eszközölnünk. Mégis meg fogjuk támadni a briteket, azon egyszerű oknál fogva, hogy különben ezek az emberek nem tudnának érdemben részt venni a harcban. Ti itt, igen, induljatok meg a gallok felé, légy szíves. Ez itt természetesen nem indít még háborút, mert még nem jutunk el odáig, de én... ezen mindig feleslegesen aggódom, és inkább majd akkor adom meg nekik a konkrét utasítást, ha odaérnek. Ezt a sereget jól felturbozzuk. Ő kapott egy zsoldos kapitányt, ami kellemes kis bónuszokat hoz. Ide is kérünk egy adag parasztot. Reméljük senki nem fogja megtámadni ezeket a közel üres településeket. A diplomatán menjen segítsen nekünk kitalálni, hogy itt pontosan merre kell jönni, de itt van egyébként a város, amit el kell foglalnunk. Két Spear Warbanddel leszünk kénytelenek. Mert hogy ugye itt nincsen semmilyen katonai vezető, aki itt tudna velük jönni. Ez necces lesz. És ráadásul egy pici szar települést próbálunk meg elfoglalni, szóval az is kellemetlen. Van-e bármilyen város, ahol még nem vettem át az irányítást, így manuálisan itt, oké, ti se építsetek semmit. Szóval ezt a települést, itt nem lesznek falak, mert még csak falucska, tehát azonnal el fogjuk tudni foglalni, és azonnal le fogjuk tudni mészárolni a lakosokat. Fiú, oké, első kör letudva. Ez csak egy olyan 10 percen betellett kb. Meghoztuk a stratégiai döntést, hogy mégis megtámadjuk a briteket, egyszerűen azért, hogy Rickburgusnak legyen mit csinálni. Van is onda gyanúm, hogy mínuszban leszünk, 300, igen, tehát, hogy igen. De ez ne aggódjon senki, kör vége. Ó, és a gallok egy része ott hagyta a fővárosukat, a fene se gondolja, hogy miatt azonnal támadni fogunk, csodálatos, mik a fejlemények. Elkészült a rengeteg paraszt. Csodálatos, csodálatos, csodálatos. Ti manőverezzetek, masírozzatok tovább a brit terület felé, álljatok szépen a hídra, ezt támogatom, meg jön a sokfejű hídra. Ti pedig, igen, igen, támadjátok meg a gallokat, legyetek. Ó, a saját kémem útban van. Hello. Szóval itt van a faction leader, akinek nagyon sok nehéz lovassági egysége van. Több lesz, mint nekünk, és ez nagyjából eldöntheti a csatát. Jó, nem sokkal több, mert nálunk ugye az örökös érkezik. Egyébként a mi seregünk nagyobb. BBB, hát enyém nagyobb. Vegyük meg ezt a zsoldos egységet, nehogy ők vegyék meg. Conan kapitány, csodálatos. Kémünk jobb kém. És mi most, ha ezt megtámadjuk, van rá egy 100%-os esély, hogy a kémünk kinyitja a kapukat, és akkor nem kell ostromgépeket építeni. Sajnos pont túl messze vagyunk, és nem érünk még oda. 24% az esélye, hogy itt megspórolunk magunknak némi ostromgép építést, illetve szerintem nekik gyanús, hogy mi ide besétáltunk, és ott állunk egy elég nagy sereggel közvetlen a fővárosuk mellett. Ezt általában nem piknikezési szándékkal szokták megtenni az emberek. Ó, itt egy lázadó csapat. Többen vannak, mint mi. Max nehézségi szinten ez probléma. Szóval lehet, hogy ez itt túl kevés lesz. Ti haladjatok szépen tovább, itt megint a problémám az, hogy nem tudom, hogy merre van a... Ah, itt a város! Nice! Oké, három egység, három ellen, nekik nem lesznek lovasaik, ezt mi megnyerjük. Csodálatos. Ti is haladjatok szépen közelebb, ott vannak a gótok, vagy gót valamik, három egységük van nekünk is, remélhetőleg hozható. És akkor itt lesz az első valódi harci tevékenységünk, megint itt nem szükséges építenünk ostromgépeket, mivel nincsenek falak. Igen, ezt szerintem mi meg fogjuk tudni nyerni. A germán egységek közül a különlegesebbek közé való ez. A sikoltozó nők, vagy visítozó, üvöltöző nők, akik a harcosok feleségei, és mindjárt elolvassuk a leírást, de nagyjából azt kell róluk tudni, hogy olyan, tehát ők odaállnak és üvöltöznek a férjeikre, hogy vissza ne vonuljatok, ti család szégyenje. Szánalmas, kocsmázó balfaszok, ezzel lelkesítve őket, megrémítve az ellenfeleket. Tehát a világ legrosszabb amazonjai voltak épp. Kevésbé havas időjárás esetleg.
Nem. Fél közepén ilyen is. Hát nézzük meg pontosan, mi a leírás. Az ellenfél nem örül, jó a morájuk. Hóban nekik combat bónuszuk van, heavy weapon, amit én nem is tudtam. Igen. Szóval abban bízom, az a haditerv. Nekünk ugye egy valódi gyalogsági egységünk van, az ellenfélnek kettő. De abban bízom, hogy amikor a két gyalogsági egység összecsap, és a nőcik sikoltoznak közvetlen mögöttük, akkor miután a lovasság beléjük rohan hátulról, akkor azzal meg tudjuk törni az ellenállást. Még akkor is, hogyha a gyalogság terén nem állunk olyan fényesen. Meg egyébként az, hogy itt van 75 nehéz lovassági egység, annak igazából meg kéne oldani a problémát saját magában. Vá, ott itt tudtok falangszot? Nagyon menő. Erre egyelőre semmi szükség nincs, majd falangzba állunk, hogyha közelebb értünk a harchoz. Na ugye a falangz itt most hegynek felfelé fog közlekedni, és ez egy elég szar ötlet. Screeching woman. Visítozó nők. Hozni a botból! És társai. Press F to pay respects. Kicsit aggaszt, hogy a hegynek felfelé jövünk, de... Igen, ez nem vagyok róla meggyőződve egy jó ötlet. Igen, abszolút nyerésre állunk. Belerohantak egy halom láncsába. Ez a roham nem annyira izgalmas. Mindjárt, nekik is láncsáik vannak, tehát az, hogy arccal bele rongyolunk a lovassági egységgel, az amúgy nem annyira izgalmas. Ott ne arra menjetek! Nem, gondoljatok vissza, légy szíves. Viszont ez arra jó, hogy ők nem avatkoztak be egyből. Illetve ha csak annyit csinál az én nehéz lovassága, hogy őket visszatartja, amíg szépen egyesével őket megesszük. Ha már csak 140-en vannak a 240-től, az teljesen jó. Egy embert nem veszítettünk meg innen, ami nagyon durva. Teljesen felkerültek a falanxra. Úgyhogy akkor nincs is szükség arra, hogy itt a néhány nő meghaltok feleslegesen. Ők továbbra is csak állnak és néznek, ez engem különösebben nem zavar. Hát ők előbb-utóbb meg fognak törni és visszamennek a városközponthoz, ahol automatikusan összeszedik magukat, mert ugye az a játék így működik. De addigra nagyon-nagyon sokan meghalnak. Veszíthetünk három ember. Kicsit túlbeszültem, úgy látom a lázadó fel. Ah, és megadjuk az ellenség parancsnokát, csodálatos. Hozzé parancsok. Pazd meg, meghalt a parancsokom, tök feleslegesen. Ne, ez súlyos mulasztás. Értelemszerűen a csatát nem tudjuk elveszíteni, de buktuk a nehéz lovagysági egységet innen. Passza meg, ez hülyeség volt, semmi értelme nem volt őt oda beküldeni. Tehát értelemszerűen onnan fentről ők már túl sokat nem fognak egyébként tevékenykedni. Igen, Arminius meghalt. Kérem azt a 200 pénzt és gyilkoljuk le az... Igen. Ariogaisus az új. Te hol vagy? Igen. Ez azt jelenti, hogy neki majd azt hiszem varázslatosan egy kicsit több lovasa lesz. Igen, szóval itt legyilkoltunk mindenkit. Ez teljes Skandinávia. A játék értelmezésében, tehát itt innentől kezdve nem lesz más. Nem menedzselje semmit automatikusan. Nincs is itt elég ember, tehát utána legyilkoltunk mindenkit, nincs is itt elég ember egyáltalán. Minden esetre hát akkor a sikoltozó nők maradjanak itt, ők lesznek a helyőrség, ez az egy egység jön tovább. Szóval nagyon bosszantó, hogy itt buktuk ezt az egységet, de igazából annyi pozitívumot tudok elmondani, már ezt nem tudjuk megvenni, hogy igazából ő innen nem nagyon ért vissza volna vissza sehová. Szóval ennyiben talán nem olyan szörnyű a dolog. Nem nagyon van pénzünk arra, hogy további katonákat gyártsunk. Egy Spear War Bandit belefér, majd ha ezt a települést lenyiszni a szóljuk, ez szerintem elég sok pénz lesz. Ez még odébb van.
Hol van 700 ember? Azt a rohadt. Jó, parasztok meg Warband, tehát ezeket gyalultuk le nagyon durván az előbb. Megpróbáltuk visszavonni, és akkor talán a folyónál próbálnánk velük valamit csinálni, de nem akarom ezt a települést elvigye tőlünk más. Szerintem mi ezt bevállaljuk. Tehát gyakorlatilag az fog történni, hogy felállunk két falangszba, ők oda jönnek és megöngyilkolják magukat, vagy legalábbis ez a terv. Ebben bízom. És hát utána elég embernek kell életben maradni, hogy utána tovább menjünk, elfoglaljuk azt a várost. Stb. Itt megy a nagy, nem túl izgalmas hegyi beszéd. És ha már hegyet emlegettünk, ne könnyítsük meg az ellenfél dolgát, mi szépen itt felmászunk a hegy tetejére, tessék szépen ide jönni. És akkor lehet önök utána harcolni, ha ti nagyon-nagyon-nagyon akartok. Hát sok sikert! Tehát a parasztok értelmezhetetlenül rossz katonai egységek, ezt talán nem kell magyaráznom, még csak nem is tudnak beállni egy vonalba, hogy jönnek mint egy gombóc, egy ilyen abajba. A warbandeket meg az előbb láttuk akcióban, tehát hogy ők se különösebben jók. A miénk legalább Spear Warband, egy picit jobb. Jön a roham. Na most szuperhumán sebességgel elkezdenének szaladni, és hátba támadnának minket, az elég szar lenne. Nyilván azt szeretnék elkerülni, hogy ezek itt oldalba támadjanak minket, de a térkép sajátosságai miatt erre itt nincs hely. Szóval a hegynek felfelé szaladnak, már tök fáradtak bele egy halom falangzba. Szerintem jók leszünk. Úgy tűnik, a parasztok állnak és nézik a show műsort. Kazi, adjál popcorn! Hát nézed már, hogy ölik egymást! Tök izgi! Nem kéne oda mennünk? Ah, jó ez! Szóval itt egy kicsit kellemetlen ez. Ha leveszem a guard módot, az... falangsznál mit csinál. Tehát nyerünk, a veszteségeinket próbálom minimalizálni. Kicsit ide felkerültök. De Gazi, olyan csúnyán néznek ránk! Biztos nem kéne beszállnunk? Te Gazi, ezek jönnek? Szerintem a parasztokhoz, ha hozzáérünk, akkor ők azonnal elkezdenek majd menekülni. Ebben nem volt igazam, de nagyon durvá hullanak. Gazi, ne! Gazi! Na, az egyik egység összeszedte magát, igazán szép tőlük. A nagy gyilkolászás, mert a falax nem nagyon őrzi a formáját, de azt hiszem ez részt ad kérdés. Oké. Okay. A paraszt a parancsnok egység? Nagyon érdekes. Ők szerintem még egyszer-kétszer felkenik magukat a falangszra, de ilyenkor ők már kb. Már most Wavering és még harcba se szálltak, egy pár pillanaton belül ők el fognak futni. Úgyhogy szépen, tehát aszinkron módon ők hol pánikolnak, hol nem. Megint nincs értelme, hogy utánuk menjek, tehát itt most szépen majd lassacskán felkenik magukat a láncsa falra, a falangszra, azt ennek a csatának előbb-utóbb vége lesz. És hát ha nem, akkor meg ugye ezért állítottam az időkorlátot, amikor ilyenek történnek, hogy ne kelljen már nekem nominálisan védekező felként támadnom.
És volt. Hősies győzelemre, és abban bízom, ha a hősies győzelmet aratsz egy sereggel, amin nincs parancsnok, és nincsen elég ilyen parancsnoki családtagod, akkor örökbe fogadhatod a kapitányt. Úgy látom, ez most sajnos nem történt meg. De igen! Aeolfus kapitány, akinek már három csillagról indul felfelé, és ez most már fiatalabb nálam, ami annól nagyon nem így volt, amikor először játszottam a játékot, és a baromi öregnek érzem magam. Szóval ingyen parancsnoki egység, effektív a pótlandó, aki onnan kiesett, ami szuper. Kartágó és a görögök, az, hogy a görög városállamok egy frakció játékban, az nem különösebben hiteles történelmileg, de hát ez apróság. Szóval itt nincs város. Hol van a város? Azt hittem, itt van a város. Á, ott van a város. Oké. Szóval akkor te ezt szépen foglald el. Van 741 pénzünk, tehát nem megyünk csődbe. Született egy új gyerek. Csodálatos. Szóval te keresd tovább a briteket, vagy britonokat. Most ide bekerülünk. Szóval 24% az esély, hogy itt azonnal fogunk támadni, és ez jó lesz. Ti legyetek kedvesek ezt az egységet. Ezzel a lendülettel ide tovább küldeni. Köszöntöm. Kapitány úr, ha lenne kedve, ugye itt sem lesz különösebb védelem. Van lovasságunk, beszarok. Hát a gyalogságunk veri az övéket, ezzel már találkoztunk. Ugyanolyan a lovasságunk, az enyém tapasztaltabb, de legnehezebb nehézségi szinten, amit most játszunk, a két ugyanolyan egység közül. Nem a miénk kerül ki győztesen, szóval lehet, hogy pici ügyességre szükség lesz, és mondjuk ne pazaroljuk el a parancsnoki egységünket, úgy mint a múltkor. Plusz most nincsenek itt sikoltozó nők sem, hogy a segítségünkre siessenek. Minden esetre így a harmadik kör végére a Blitzkrieg projektünk azt hiszem nagyon szépen be fog indulni. Megint én azt nem hiszem, hogy ti egy csatába fogtok szállni velünk bárhol, ami nem a városközpont. Súnyi sanyik, értem én. Ó, shit! Minket itt közben megrohamoztak öngyilkos hadműveletben a lovassági egységek. Ez kínos és egy nagyon rossz ötlet, mert hát belelobagoltak egy tonna lándzsásba. Ez a falang fel se állt, de még így is épp elég lesz, hogy totálisan bedarálja az ellenséget. Buktunk néhány embert. Szerintem itt semmi rossz nem történt, szóval itt igen, és meg is halt a parancsokuk. Szóval szerintem itt amint a város központhoz érnek, automatikusan megfordulnak, megrohamoznak minket, megint meghalnak, megint igen, tehát ez az egység ki fogja szépen pucolni magát gyönyörűen. És akkor de szépen besétálunk és meggyilkolunk mindenki mást is. Nagyon szép kis formula. Azt hiszem most már mondhattam, hogy egy évtizede jól működik számomra ez ilyen csaták kezelésében. Újra berohan, van még egy darab, és ő is meghalt. Csodálatos. Hát a lovasságnak akkor is szerintem a szárnyon kell próbálkoznia, azon egyszerű oknál fogva, hogy máshol nincs hely. Tehát ide nem tudok még egy egységet benyomorítani, meg különösebben értelme sincs. Igen, szerintem igen, jó ötlet, ha nem várják meg, amíg még itt teljesen lazán felállok falamhoz, vagy ők így is meg fognak dögleni. De picit buktunk az előnyünkből, nem sokat. Eddig csak néztük igazából, ahogy ők jöttek felénk, de most már támadunk. Igen, a lovas támadás annyira nem bizonyult jó ötletnek. De ti tök másik irányba néztek. Hogy bukok ennyi lovassági egységet? Ez egy tankönyvi hátba támadás. Oh shit, konkrétan futnak az embereim. Ó, bazd meg. Oké, hát ez kellemetlen. Konkrétan, ha nem támadok a lovasaimmal, beljebb vagyok. Nagyon érdekes.
Ez azt jelenti, hogy plusz egy kör még ezt a várost én elfoglalom. Tehát, hogy valaki más idejön és baromi dühös leszek. Hát téged nem fogadunk örökbe ezért a teljesítményért, mert konkrétan meg is halt ugye a parancsnok. De a dőlovasság egységüket kipucoltuk, ez innentől kezdve egy kicsit nehezebb lesz. Úgyhogy itt, itt hányan vannak? Hárman. Az Illyria Zsoldosok abból a szempontból jó, hogy olyan, mint egy paraszt egységet felfogadnék, és akkor ők lehetnek itt majd a helyőrség. Szóval itt ugyanez vár ránk. Most végezzünk szerintem jobb munkát, ez majd a következő körben lesz esedékes. Ti majd haladtok, ugye nem találtatok semmit, ez bosszantó, hogy ez plusz egy kör, még ezt betakarítjuk, de majd betakarítjuk. És hát ugye, ha ezzel a csatában megoldjuk, jön a kör nagy fináléja, Alessia ostroma. A kérdés az, hogy azt az ostromot azonnal meg is tudjuk-e kezdeni, vagy kell a ostromgépekkel szórakoznunk. Ez a kém 24%-os esélyen fog majd múlni. Egy sikerül-e neki esetleg valami ügyeset csinálni a belülről. De egy első körben, hát most ne hibázzuk el azt, amit az előbb, a tankönyvi egyszerűségi csatát esetleg ne basszuk el. Szóval a zsoldos gyalogságom az pontosan ugyanolyan, azt hiszem, mint ami ellen megyünk, és pontosan ugyanolyan szar. De ezt a csatát a tény, hogy nekünk vannak lövészegységeink szerintem már ezért önmagában meg fogjuk nyerni. Mert hogy mi abszolút nem sietünk sehová, és meg fogjuk őket dobálni mindenféle dobálókával. Szóval itt némi forgalmi dugó alakult ki, de az egységeink itt végre el fogják kezdeni dobálni a dárdáinkat, ami ingyen sebzés ebben a helyzetben, ugye nekik semmilyen érdemi válaszuk nincs rá. Szépen meghalt egy halom ember, és ez szerintem a lovasság az igeni bele is kényszeríti egy rohamba. Hogyha a láncsársai mondjuk a jó irányba néznének, az sokat segítene. Mert akkor őket garantáltan begyalulják, mint ahogy az előbb láttuk. De vegyük észre, hogy a zsoldosok itt nem csinálnak semmit, mert nem tudnak, mert tök messze vannak. Jó, nyerünk azért, csak... Az ötös zsoldosai most szépen legyilkolták a saját egységemet hátulról. Szóval itt most hát igen, ez hosszú lesz és fájdalmas. Oké, a lovasok menekül. A fontos rész most az, hogy most ne kövessük el azt a hibát a gyalogságuk ellen, mint az előtt. Hát például ti Illyria zsoldosok, ha egy módon rá, ne... jó, nektek már mindegy, tehát most már átrohantatok a látásokon, és visszafordultok, még jobban meghaltok. Ja, de ebből a falangzból nem sok marad, mert mindenki itt ide beturkálja magát. De hát akkor ez egy dara. Oké, morál bónusz. Igen, tehát a türelmesek vagyunk, ez sima győzelem. Az előző két alkalom, amikor egységek meghaltak, akiknek nem kellett volna meghalni, nem voltam türelmes. Így, mint látható, ez simán csak egy húsdaráló. Vagy csak időkérdés, hogy mindenki meghal, aki nem a mi színeinket viseli. Most már a zöld is a mi színünk. Kivéve, ha majd a gallokat nézzük, az a zöld nem a mi színünk, az ronda zöld. Az Illyria zsoldosok futnak. Részletkérdés, hogy ők nem közel hasra vannak kitalálva, őket a szempontból értektelenek és vissza is jöttek. De amint harcba kerülnének, azonnal menekülnének is, tehát nem fontosak. Amikor a mi lovasságunk tök érinthetlen és még nem ment harcba. A gyalogosaink meg találva is sokkal-sokkal jobbak, mint az övék. Mi fújogatjuk a trombitát, hogy emberek ne pánikoljanak. Mi nyerünk. Közben.
Szóval a zsoldosokkal vigyázni, mert a moráljuk elég szar, tehát hogy annyira nem hasznosak meg hatékonyak. És előbb-utóbb kételnek leszünk előre is menni. De szépen lassan elfogadom. Szóval igen, hogyha nem vagyok türelmetlen, akkor a másik két ilyen csata is. Hát az egyiket ugye meg is nyertünk, csak rá elbuktam a parancsokat. De hogy amit elvesztettük az úgymond kótlázatok ellen, azt is simán nyertük volna. Döf le. Na, valaki. Gyerekek! Ne hülyeskedjünk már! Köszönöm. Parancsok közreműködött. Csodálatos. Szóval Hariulfusz is hozta a kötelezőt, ami ugye nem mondható el mindenkiről, ugye XY kapitány úr. És egy újabb, úgymond lázadó településen miénk, újabb halom emberek itt le lehet nyiszni a szemben. Sok értelem, hogy csak 20 ember a... itt senki nem lakik. 420 ember. Ezt a települést Ajolfusz fogja foglalni nekünk, úgyhogy ti igazából mehettek is tovább. Hát, ha itt még találunk valamit, ami izgalmas, bár már a dákok lesznek, és ott hát meglátjuk, hogy miben bízhatunk, meg ennyi területi elfoglalásra van kapacitásunk. Itt nincs elég pénzünk, hogy itt építsünk bármit világos. Itt gondoltam esetleg egy egységet, ha ide erősítés kéne valami csoda folytán, de ilyenről inkább ne is beszéljünk. Akkor termelhetnénk. Na és akkor most jön a nagy parádés rész, nézzük, hogy sikerül esetleg azonnal megtámadnunk a várost. Igen, és akkor itt az ideje hivatalosan is háborúba indulni a gallok ellen. És nézz... Sajnos a kémünk nem végzett jó munkát. Ergo itt most egy körig átcsorognunk kell. Ha megnézzük a sereget... Hát ugye megint a kérdés az, hogy mennyire hasznosak a zsoldosok, illetve hogy druidák, igen, tehát hogy nagyon sok lovasuk lesz. Egyáltalán nem biztos, hogy miután Conan a barbár megfordul és becsatlakozik, illetve mi is egy örökbe fogadott kapitány, akkor mi vagyunk az esélyesek, bár ha ők ellentámadnak, az ugye azt jelenti, hogy mi védekezünk, és az sokkal könnyebb. De hát ugye, ha viszont nem támadnak ellen, akkor rostromolnunk kell, hiszen van 20 körünk, és ez nem olyan sok idő, nem fogjuk kivárni azt a hetet, amíg ez a város megadja magát itt a teljes frank pusztaság, hogy abszolút koridegen kifejezés használjuk itt áll előttünk, és hát ugye a legfontosabb háború van. És Hariulfusz jobb parancsnok. Szóval nyomjuk meg a körvége gombot, nézzük meg mi történik. Ja igen, rólad elfeledkeztem, a túlélő, aki onnan menjen tovább. És igen, megtámadtak minket, Brennus és Conan. Ebben az a jó, hogy ugye, tehát mivel egy ostromlott városból rontanak ki, technikailag, ha veszítenek, teljesen veszítenek. És azt úgymond súlyos hibát követték el, hogy Conan kapitány támadt. Tehát, hogyha Brennus, aki bennül a városban támadott volna meg minket, akkor megtette volna, hogy visszavonul a falak mögé, és akkor döntetlen a csata, és akkor fennáll továbbra is az ostrom helyzet, és kész. Így viszont a városon kívül egy mezőn fogunk találkozni, mert Conané a fősereg, és ha azt szétverjük, és utána mondjuk Brennusék elfutnak, akkor nincs hova elfutniuk valamiért, mert a játék így gondolkodik. És akkor ez a sereg megsemmisül, és akkor automatikusan miénk a város. Szóval a mesterséges intelligencia hülyeségének köszönhetően a lehető legjobban alakulnak a dolgok. Vegyük észre, ez nem tudom melyik univerzumban 2-1-hez, de higgyétek el nekem, hiába van majdnem kétszer annyi emberünk, nem garantált a győzelmünk. Ez egy nagyon-nagyon fontos csata, hogyha ezt megnyerjük, akkor a szőlőben gazdag, zsíros, gal földek mind megnyílnak előttünk, meg ez a lázadó település mögöttünk bizonyára nem is lesz rá katonájuk nagyon, hogy elfoglalják, mert hogy el lesznek foglalva velünk, és akkor itt szépen beáramolhatunk a mai Franciaország területére gyorsan, ami nem árt, végre Blitzkrieg. Ha nem, és itt leragadunk, és itt ostromolgatni kell, vagy valahogy kiállítani egy új sereget, hogy én nem tudom, akkor viszont az jelentősen korlátozni fog, hogy mit tudunk csinálni 20 kör alatt. Szóval, ugye a harmadik, negyedik kör közepén, vagy között,
egy kulcsfontosságú csata vár ránk, ez lesz a következő rész nyitánya, úgyhogy innen folytatjuk legközelebb.